Most itt vagyunk a színpadon, és ezt látjuk innen, és át is adom a szót. Érdekes, hogy a Komlói Színházban most arról az oldalról nézzük a nézőteret, ahonnan a nézők nem szokták látni. Ugyanakkor Komlón nagyon-nagyon-nagyon sokan jártak már a színháznak ezen az oldalán is. Főleg azért, mert az iskolák nagyon sok előadást tartanak mi nálunk, és mert nagyon lelkes mindig is a mi közönségünk, amikor színészkedésről van szó. A jelenlegi súgójuk is szerintem, ha jól gondolom, akkor színház szeretőkből, színház kedvelő amatőrökből indult el, és vált azzá a nagy súgójuk, amelyik idén a 6. kasztot tartotta, azt hiszem. Szóval, hogy furcsa ez a nézőpont, ritkán látja az ember, aki itt dolgozik, természetesen szinte minden nap találkozik vele. Ez 338 férőhelyet jelent ebben a házban. Azt hiszem, ebben nem vagyok biztos, de a megyében talán mi vagyunk a második legnagyobb befogadó képességgel rendelkező színház, ami kifejezetten színház, a Pécsi Nemzeti után. És valahol mögöttünk van a Pécsi harmadik színház, a Horváth Színház, ők mind kisebbek. A Bóbita is szerintem csak tán, nem is akarok hülyeséget mondani, 150 fő körül lehet, ez egy erős tipp. Lényeg a lényeg, ezek itt a székek, de vajon mi rejtőzik a székek fölött, amit viszont a nézők már nem nagyon szoktak látni. Világító hidaknak nevezzük azokat a szerkezeteket, ahonnan a lámpák lógnak a plafonról tulajdonképpen. Onnan világítjuk meg a színpadot, különböző szögekből. Az oldalfalakon is láthatóak egyéb lámpák. És hogyha megfordulunk és beljebb nézünk a színpad irányába, ez a munkavilágítás nagyon nem segíti a dolgunkat, de talán látszik, hogy itt is rendkívül sok lámpa található oldalt, fent, másik oldalt. Ennél nagyobb színházakban természetesen még a függönyök között is található sok-sok-sok lámpa. Hát azért itt is található sok minden, ahogy látom. Ez a rendkívül sok elhelyezés arra szolgál, hogy a lehető leghomogénebb fehéret tudjuk, vagy leghomogénebb színt tudjuk adni a színpadnak. És mi az a sok kék? Mert ahogy látom, itt minden fekete, de ott megcsillan egy gyönyörű, szép ékkék szín. Igen, hát minden fölösleges dolgot próbálunk eltüntetni, ami nem a jelenet része, ezért van minden feketére festve, azok nem annyira feltűnőek. És azért is vannak itt ezek a függönyök, ezek a takaró függönyök, hogy kitakarják mindazt, ami nincs benne a darabban a néző szemben. Viszont, hogyha ezeket áthúzom, akkor láthatóvá válik mindaz a sok díszlethúzó, amivel a lámpatartó és díszlettartó trégereket lehet mozgatni. A Komlói Színházban ezek kézi mozgatásúak. És hogyha egy kicsit lébb jössz, jövök is, akkor nem esik a fejedre. Húha! Tehát kézzel. A Komlói Színházban viszonylag gyorsan, állítólag a többi színház dolgozói azt mondták, hogy nálunk viszonylag gyorsan le lehet engedni a díszlethúzókat. Ezekre lehet felakasztani a háttérül szolgáló díszlet festményeket, bármilyen dekorációt. Nem is tekerjünk tovább szerintem. Ezek a legnagyobb szabályozások szerint 150 kilót bírnak. Úgyhogy, akkor igazából egy ember is nyugodtan rá ülhet. Most lejöttünk ide a nézőtérre, itt ülünk a 10. sorban, és azt látjuk, amit a nézők is látnak, a gyönyörű új színpadunkat. És tényleg gyönyörű, amikor ide idegenek érkeznek, és ez nagyon sokszor előfordul, hiszen ez egy befogadó színház, tehát az amatőr csapaton kívül más
teljes állásban itt dolgozó színész nem található az épületben, mint más közszínházaknál, tehát ez egy befogadó színház. Amikor messziről jött emberek érkeznek ide, akkor mindig elcsodálkoznak azon, hogy milyen nagy is ez a színpad, milyen nagy ez a nézőtér, hogy ritkán szoktak ekkora épületben játszani. Az érdekesség ezzel kapcsolatban az, ez egy kicsit magyaros, hogy minél nagyobbra akarták építeni ezt az épületet természetesen, de amikor épült, akkor éppen színházépítési tilalom volt, nem szabadott akárkinek és akárhova színházat építeni, úgyhogy a terveken érdekes módon az is volt olvasható, hogy ez a zeneiskola nagy terme, vagy hát hangversenyterem. Summa summarum, ahhoz, hogy ekkora színházat tudjanak építeni, néhány szabályt azért át kellett hágni, vagy ki kellett cselezni. Például a színpad nyílásának mérete is ehhez igazodik, ugyanis a színpad belső magassága pontosan 8 méter. Ha ennél nagyobb lett volna, akkor már vasfüggönyt kellett volna beépíteni, ez egy ilyen tűzgátló, leereszthető fal, ami elzárja a közönséget a színpadtól. Ezt szerencsére itt nem kellett megtenni, az nagyon költséges lett volna. És hát amikor épült, akkor az volt a cél, hogy minél nagyobb színpad nyílása lehessen ennek a színháznak. Hát ez sikerült is, már hatalmas, nagyon nagy. Azt viszont sokan elfelejtik, hogy ekkora színpadnyíláshoz az oldalsó kiszolgáló takarások is megfelelő méretűek kellenének, hogy legyenek. Sajnos ez nem így történt. Egy hatalmas színpadnyíláshoz sajnos nagyon pici oldaltakarások tartoznak, úgyhogy előre bedíszletezni vagy takarásban öltözni, ott tárolni kelléket nagyon nehéz, mert csak másfél méter áll rendelkezésre a függönyök mögött. Ugyanakkor van egy hatalmas színpadnyílásunk, ahova minél nagyobb díszletet be lehet építeni. Ez egy fényesebb oldala az előbb említett árnyoldalnak. Így van. Ebből a nézőpontból egyáltalán nem is látszanak az előbb már látott lámpák, amik itt vannak fölöttünk a világító hidakon. Hát az biztos, hogy tervezőknek nagyon jól sikerült ezt eltüntetni, eldugnia, mert tényleg innen a nézőtérről nem igazán észrevehetőek. A két oldalon a falon található mintázat sem véletlenszerű. Ezek ugyanis a plafonon is és az oldalfalakon is megfigyelhető azonos mintában. Hangterelő lemezek arra szolgálnak, hogy a színpadon történő beszéd minél jobban lejöjjön a nézőtérre, és minél hangosabbnak hallatszódjon. Miután megnéztünk fent mindenféle érdekességet, megnézzük, hogy lent milyen érdekességek találhatók a nézőtér alatt.